hatások ki vannak próbálva. Hát nulla! Na most az globális egészségügyi bizonyítvány, erre is már megvannak az előkészületek, mert átvették ezt a koronaappot már, a WHO átvette ezt az európai koronaappot, és ez főleg digitálisan, ugyan be van még írva digitális és papír, de főleg digitálisan lesz, de hát azt jelenti, hogy ebben a digitális bizonyítványban minden lesz. Vizsgálat, vakcina, profilaxis, lábadozás, tartózkodás, utazóknak, csak egészségügyi nyilatkozattal. És nézzétek meg, hogy mennyi cikkben benne van ebben az IHR-ben, az International Health Regulation-ban, ebben a nemzetközi egészségügyi szabályzatokban, hogy hány paragrafusban mind ez a sztori benne van. Ja, és volt ez a B20-es, ez a B20, számít Indonézia, ez volt 2022-ben, novemberben. Itt találkoztak cégek is, meg kormányfők is, ez mindig van egy ilyen meeting, ahol kormányfők cégekkel és nagyobb cégekkel is találkoznak, hát ez a VIF is hasonló, csak itt határozatokat is csinálnak, és itt már megegyeztek a Global Digital Health Certification-be. Szóval ők már leszögezték, hogy ezt fogjuk csinálni. És Vilmos, azt a kérdés, hogy mi lesz ebbe a, hogy milyen kódokat rakhatnak ebbe bele. Na most ez az ICD-10 kódozás, ez már megy. Tulajdonképpen én tudom, Németországra az orvosokat az egész Európában érvényes, hogy mindenhol, hogy az orvosoknak ilyen ICD kódozás, ez egy megegyezés, ez alatt a kódok alatt kell nekik megadni, hogy milyen betegségekről vagy milyen diagnózisról van szó, hogy mit csináltak, de ezzel számolnak el gyakorlatilag nálunk is a kasszával. Na most, van ez az utolsó betű, a Z. A Z betű azt jelenti, hogy ott már a beteg nem, az ember már nem beteg, de hát ez vagy ez lesz neki ajánlva. Na hát az oltások lesznek ajánlva, és akkor egy különböző kódokkal szépen be tudják majd adni, hogy az elmaradt oltás miért maradt el, hogy a beteg nem akarta, vagy már lejárt az oltás, és hát tulajdonképpen ez a mostani ICD-10 kódok már tulajdonképpen a digitális oltáskeresési kártyának az előkészítése. Előkészítése és az az oltás és nyilvántartásban rögzített adatok nem számítanak személyes adatokra, hanem az mindenkiről, minden az egész a Big Pharma jól használhatja. Na most én rámutatok, hogy az Európai Unió alapjogi kártyája a második cikkben extra mondja, hogy minden embernek jól van az élethez, senki sem lehet halálítélőt kivégezni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az államok, amikor ezt a vakcinát megengedték, és kiderült végül, hogy mennyien haltak meg, már az elején stoppolni kellett volna, mert az államoknak, az Európában nincs jog még egy ember sem megölni. És az, hogy egy betegségben valaki meghal, az más. De abban persze kiderül, mert a Németországban már az első 6 hónapban a Paul Ehrlich Institute az, aki hát ezeket a statisztikákat vezette, már az első 6 hónapban a Pfizer vakcina után volt 966 halottjuk, és 299 a Johnson, AstraZeneca és Moderna után, 299 halott, és 14.000 károsult. Akkor nekem ezt le kellett volna állítani. Mi nagyon fontos, hogy mindenkinek joga van, ez is az Európai Emberi Jogok Chartája, mindenkinek joga van a test és szellemi sértetlenséget, az orvostudomány és a biológia terjedtek, különösen a következőkkel tiszteletbe tartani, az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló berendezése, a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően. De hát tulajdonképpen én csak akkor egy pláne egy ilyen kísérleti vakcinát csak akkor oldhattam volna be, nem is tehetik volna kötelezővé,
hogyha én ebben személyesen beleegyezek. Hát azért kell ezt mindenkinek kényszerből alá jönni, nem? Hát mindenki, mindenki szabadon csinál. Most az, hogy hogyan tudjuk mindezt megakadályozni, ebben szerintem mindenképpen Magyarországnak kulcs szerepe van, ez az én véleményem. Úgyhogy nekem az a célom, hogy tulajdonképpen több európai országban az én büntetőjogi eljárásom szerint, amit egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kriminális emberrel csináltam, és hogy mondjam, mit csináltuk ketten, úgyhogy ezt a büntetőjogi eljárást szeretnék mindenkit Magyarországon is megélni, hogy csináljunk hátrafelé is, mert én hátrafelé is csináltuk, abban csináltam, hogy a különböző fejszermókusoknak, meg a Birgit, meg mindenki szépen benne van, meg a Tedros is benne van. Ugyanazt megcsinálni, amit mi is csináltunk, hogy hátrafelé is, azon semmit nem kell csinálni, mert angolul már meg van csinálva. Most csináljuk az utolsó fordítást, mert kicsit még azt pótoltam még a text, a szöveget, még hozzáértem egy picit. Az már kész van, hogy nem is kell semmit se csinálni, hogy beadjuk majd többet. Valamikor március-áprilisban azért szervezünk, hogy Európában több államban, több polgár megyen rajta, több nyelven részt. És a nemzeti kis Magyarország részére átadom, mert én átdolgoztam az egész Pfizer szerződést, és már az annyira diszló, hogy azt szeretünk meg lehet támadni, mert ők diszlóságot írtak alá. Hát azért is feketítette le az írunk mindig, lefeketítette a részeket, de most már megvan az eredeti szerződés. Ugye, úgyhogy ahol lehet látni, nem is oda lefeketítették, mert olyan diszlóságokat írtak alá, hogy hát, már az kriminális, hogy egyáltalán, hogy nem fizetnek semmi kártérítésre senkinek, aki lelkileg, vagy fizikailag, vagy gazdaságilag tönkre megy, és azt mondták, hogy mindegy, hogy milyen szériát gyártanak, tudják, hogy ezt nem lehet rendesen gyártani, közben már tudjuk, hogy két szériára gyártották, a process van és a process tud, és mindenki, hogy a process tud kapta, amiben rengeteg szerint is volt, úgyhogy nem is vizsgálták meg ezeket a csárcsokat, semmit nem csináltak. Úgyhogy azt mondtam, hogy én próbálom az ember csinálni egy jó nyilvános büntetőjogi eljárást, mert azzal legalább lehet az egész szemetet szépen az asztalra tenni. Jó! Igen, kérjük. Kérjük. Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy elkérem ezt a
Ide volt a Mariantól, és akkor föltesszük az oldalra, ne ezen a büntető jogi eljáráson ez egy kutya, ez egy fitingben nem kerül, úgyhogy ezen részt lehet venni, és aki részt akar venni rajta, ez a kis párt, az a mi hazánk, mert ő igen, hogy mondjam, harcol a pandemia szerződés ellen is, ők gyűjtik be a büntető jogi eljáráshoz az embereket. Úgyhogy nekem van egy pár ilyen cédulám, amit egy pár a cél tudok itt osztani, ami rajta van, hogy hol lehet jelentkezni, aki ezen a büntetőjogi eljáráson részt akar venni. De most ez egy fütyünkben nem kerül, de érdemes csinálni. És minden többen csináljuk, annál jobban bosszantja őket. Köszönjük szépen, hogy jöttünk egy érdekes gondot. Az a kérdésem, hogy akkor csücsüljünk föl a előadók, és akkor, hogy vannak kérdések, ezért most segíteni a másik mikrofonnal, ott van. Van-e kérdés hozzánk? Bárkihez. Ott van. Ezért, ott is. Sokáig kell nyomni. Vitt távolabb. Emelt följebb. Gyere közelebb. Lassan. Most jó. Akkor adjuk oda a mikrofon. Ott valaki, meg a Zoli is. Álljunk fel, aki szeretne kérdést föltenni, és akkor körbe tudok lenni. Egyszerűbb lesz. Jobban látom. Az lenne a kérdésem, hogy az ormus vagy ormusszerekkel kapcsolatosan van valamilyen adat, hogy ezek mennyire hatékonyak az oltási kivezetésében. Illetve még egy dolog, hogy a homeopátiás szerek, akkor, ha jól értelmeztem, akkor ezeket az elég azok szennyeződéseket is ki tudják vezetni. Szóval, hogy ugye itt csodákat nem lehet várni, azt tudni kell, hogy megjelentek az oltások, és az oltásoknak semmilyen konkrét leírása nem volt, most sincs, mindent eltagadnak, ami mérgező, semmilyen statisztikát nem vezetnek, semmilyen tudományos adathoz nem tudnak az orvosok hozzáférni, akiket az érdekel, hogy sokakat nem érdekel, hanem úgy csinálják, mintha jót tennének és beadják az injekciókat. Tehát itt gyűlnek a tapasztalatok, de az idővel arányosan tud ez csak növekedni. Tehát nem lehet elvárni azt, hogy olyan leírások, kutatások legyenek, mint egy normál gyógyszernél. Következő kérdés. Álljon fel, aki szeretne kérdezni, hogy lesz. Köszönöm szépen, Gyűrűszavíró vagyok, és nagymamom. És a kérdésem konkrétan az lenne, hogy három hónapos a kismunkám a házi orvos elég jól áll az oltások ügyében, tehát lehet vele beszélni, de azért beadja. És a kérdésem az lenne, hogy lehet-e bármilyen... beszélés közben beadott. Igen, úgyhogy közben az anyukát megrémiszti, tehát elmondja, hogy ez mennyire rossz, és aztán beletolja. És a kérdésem az lenne, hogy van-e bármilyen út, hogy ezt megakadályozzuk, vagy egyáltalán mit lehet tenni. Ha esetleg együttműködik, akkor én hogy tudok ebben közvetíteni, tehát milyen következménye lehet, ha nem veszik fel az oltást, valóban a gyámhatóság el lehet él a gyereket, vagy csak pénzbüntetés, tehát konkrétan szeretném tudni, hogy mit lehet tenni. Nos, én először is azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy a félelem akkor szűnik meg, hogyha tudás lép a helyébe. A jogi következményekről
annyit mondanék, hogy ugye, ha egy oltás elmarad, akkor ugye ezt a védőnök kontrollálják ezt a folyamatot, nem a házi orvos, de ugye ez egy szoros kötelék, tehát olyan nincs, hogy az egyik nem adja át az információt, a másik, mert egy kollégális viszony, de a védőnök köteles jelenteni a szervek felé, hogy ha elmarad egy védőoltás. Na most, hogyha ez húzamosabb ideig elmarad, különben kérhet a védőnő halasztást, tehát háromszor kell neki írásba felszólítani az, hogy ő jelentsen. Itt azért lehet az időt húzni. Ha jelent, akkor viszont egyszerre jelent a népegészségügyi szervek felé, ez most azt hiszem a kormányhivatal. Elnézést, hogy a legnagyobb napra kész, csak a protokoll nem változott. Ugye ott megszűnt az ANTS, és ezt a szerepet a kormányhivatal vette át. Illetve jelent, hogy ámügynek. Tehát mind a kettő oldalon meg fog jelenni egy ilyen presszionálás. Ott is felszólításokat kezdenek majd el küldözgetni. Én most csak azért mondom, mert én mind átmentem. Tehát mi is voltunk a gyerekekkel védelem alatt a több évig. Ez annyiban áll, hogy jön egy ilyen kiküldött gyámügyi hölgyikkel, szépen elkávézgattunk, elsütizgettük. Ők nem voltak ellenségek, de ez nem mindenhol van így. Tehát ahány körzet, ahány megye, ahány régió, annyira változó ez a dolog. De a védelembe vétel az nem maradt el. Na most, a helyzet az, hogy az ANTS-szel kapcsolatos ügyek, ugye, ami az egészségügyi szervek vonatkozásában zajlik le, ott is a felszólítások mennek, és elég komoly bírság van most már. Tehát, hogy például éjek a mi időnkben, Zala megyéből jöttem, nálunk ilyen oltásonként, illetve árjárosonként ilyen 50-100 ezer forintos kételek voltak. Most én úgy tudom, hogy kapásban félmillióval indul, és ezek ráterelhetők akár az ingatlanok, tehát végrehajthatók. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy van az a pont, ahol valami más kell kitalálni. Tehát, és akkor még annyit változott az elmúlt években, hogy ez már a Covid-ra való felkészülés volt, hogy a jogszabályokat olyan irányba módosították, hogy a kényszeroltást azt átadták a NAV-nak. Tehát a NAV nem csak a pénzbírságot hajtja be, hanem magyarán szóval megjelenhetnek a NAV kommandósai, és a gyámügyi felügyeletet, ugye a szülő oldaláról nézve, ideiglenesen felfüggesztetik. És ez nem kell bírósági tárgyalás, és akkor jön egy kirendelt orvos, tehát ez is érdekes, hogy az orvosokra nézve is kötelező erejű lehet ez. Tehát, hogyha a NAV kirendel egy orvost, aki bemondjuk a házi orvosi rendszerbe, akkor az nem az a kérdés, hogy ő jön vagy nem jön, neki menni kell. Tehát azért mondtam, hogy egy katonai hierarchia uralkodik most jelen pillanatban az egészségügyben, mondhatjuk úgy is, hogy ez egy egészségügyi diktatúra. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudok róla, hogy lett volna ilyen agresszió itt Magyarországon, de a jogi lehetőség ennek megvan. Illetve annyi változott még, hogy most már a felnőtteket is lehet kényszeroltani. Tehát ennek a jogszabályi környezete szép apránként így kialakításra került. De hát most mi az alatt, én nem tudom. Kereskedik el az orvosokat. Én nem szólítok fel senkit se semmire, de vannak azért kis papuk. Én ezt utkor az UNK konferencián elmondtam, nem tudom, hogy nem esélyető. Tehát én egy alapjában jövő nemzeti érzelmű ember vagyok, de és én abban nőttem fel, hogy Trianon fáj. Tehát nem magyar az, akinek Trianon nem fáj. De a gondviselésnek, a Jóistennek megvolt velünk a sorsa, hogyha most nem lennének trianoni határok, akkor nem lenne kiskapu. Tehát nálam a három gyerek közből kettő Ausztriában született. Teljesen más körülmények vannak. Ezt most nem is részletezném, ott ugye nincs kötelező oltás. Nekünk a házi orvosunk is ott van.
Na most így csak így finoman jeleztem erre, az alágerszeg elég közel van a határhoz, rengetegen ingáznak, rengeteg az alkalmi munkás, aki ilyen téli idén munkát végez. Az ország minden határmenti településén ez a kiskapu fennáll. Európai Uniós országban egyelőre nincs leszabályozva még az, hogy én hova hordom, illetve ha van egy kintartózkodási jó viszonyom. Tehát most mondok egy példát. Csíkszezonban, Szlovákiában kiáll valaki idei munkára, három hónap. Év végén három hónapot. Év elején, például a hószezon, csíkszezon, akkor az hat hónap, az már a fél év. És ebben a helyzetben már mondhatja azt, hogy hát én kint vagyok többet, akár egy órával is. Hát akkor én kint választok házi orvost. Illetve lehet itthon is, csak azt mondom, hogy én például ott oldatok, mert én kapok mellé homeopátiás kivezetést, vagy kapok hozzá bármilyen egyéb segítséget. Vagy akkor oldatom, amikor én akarom, nem amikor kirend ellenőrök. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy van egy egyébként járható kiskapu, de nem tudom. Szóval ezek olyan dolgok, amiket az Andrea Mihalik ugye az előző alkalmak valamelyikén úgy fogalmazott, hogy bozótharc az veszélyes, túl a tüskenek, ott lehet a bozót mögött az ellenség. Sajnos itt a jogszabályok azok kényszerítő erejűek, használni kell az egyéni képességet, az egyéni kreativitást, nem tudok más mondani. Az biztos, hogy ha nekem a gyerekeim most olyan kicsik lennének és ide tartanának egy biztos, hogy oltasd be, akkor sajnos én sok mindent fölvettem, de talán még mások voltak az oltóanyagok. De most biztos, hogy akkor sem voltam ember. Mert egyszerűen meg vagyok róla győződve, hogy ezek az oltóanyagok már nem azok, ezek az oltóanyagok ártanak, és sajnos azt kényszerítik, hogy a szülő ártson a gyerekének. És ez elfogadhatatlan minden szempontból, minden etikai elvvel szembe megy. Tehát itt csak az segít, hogyha sokan vagyunk. Ha sokan mondjuk azt, hogy na, ezt nem mondjuk. És ebben kell előre felé haladni. Nem arra buzdítunk, hogy sértsék meg az emberek a jogszabályt, legyenek okosak, és próbáljanak minden megtenni a saját gyerekükért. Mert azok, akik ezt a kényszerítést teszik, ma Magyarországon azok nincsenek tisztában azzal, hogy milyen károkat okoz az egész eljárásra. Hát vagy... Még egy apró gondolatot azért hozzáfűznék ezzel a dologhoz. Tehát a Trianon úgyhogy annyit, hogy nekünk ki kell érdemelni azt, azért dolgozni kell, hogy az állam egyszer teljesüljön. Azon kívül az egyesületi munkákban volt egy olyan része is, hogy nagyon sok szülővel tartok a kapcsolatot, és azért valamilyen módon megismertük így nagyjából a magyar néplelket, tehát illetve azt, hogy a gyereknevelésben aktív szülők, azok milyen gondolatokkal riaskodnak, amikor egy-egy döntést meghoznak. Mi azt láttuk, hogy nem nagyon akarnak ők harcolni. Tehát az Angelika múltkor mondott, mikor volt az első decemberén, én az a maximális, hát szóval hogyan vagyok? Nem azt mondom, hogy ellene vagyok, mert mégis valahogy a rendszer felé jelezni kell azt, hogy ha valami nem jó, ennek egyik módja az ugye, hogy ellenállunk, de egy kisgyerek mellett, főleg, hogyha több van, annyi probléma van, hogy egyszerűen az embernek a legutolsó gondolata az, hogy egyáltalán harcoljon valami ellen is. Tehát egyszerűbb a kiskapu. Most sajnos ez a kiskapu országa vagyunk, ez így most már lassan nem is tudom mióta van. Már harcunk időszakban is szerintem így működött. Hát Romániában is van. Mi? Kiskapu. Ja, Romániát?
sok minden. Félig Magyarország. De ott is megyünk, monitoroznak minket. Jó. Tehát amit Ausztriában lehet Romániában is, ezen is gondolkoztunk el. Meg az kitől önkormányzatokat, most nem akarom elmondani, de tervezzük, hogy ezek megalakulnak, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy hogy lehet legalizálni. Jó a szabad választás. Tehát ezért kell összesorban legyen meg minél hamarabb országosan a megyei önkormányzati rendszer, akkor összebeszélünk és találunk kis kaput vagy nagy kaput. Úgyhogy még lehet, hogy nagy kaput is. Szép jó napot, Császlóknál vagyok, én veszem fel az anyagot és teszem majd fel a YouTube-ra. Tamási doktorhoz van egy kérdésem, de mielőtt kérdeznék egy rövid közérdekű információ. Én 6 évig voltam építész Hollandiában, Hágában, a Parlamentet utcára, és tudom, hogy Hága nem város. Jogilag falu. Csak hogy tudják. A kérdésem pedig az a harc és egyébben kapcsolatosan egy hónap múlva lesz. Tamási doktornak a következő tárgyalása a WHO-ról. Doktor úr, hogy készül rá? Maradék szabad időben ilyen nappal. Hogy hasonlóan minden megkerül. Aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz. Na, más kérdés esetleg? Dr. Gyárosi Tamás, 35 évig értem Észak-Amerikában, és először az orvosoktatásban voltam, majd egy vállalkozást állítottam fel, ami sok klinikát ellátott, és ez most is ott van a háttérben. Nagyon sok orvossal itt a kapcsolatban. Fantasztikus az a pesgés, hogy van Észak-Amerikában, és nagyon sok szörnyű tavidő is onnan jön, és a megoldások is sokszor onnan jönnek. Én úgy látom, hogy itt sokat beszéltünk a tüskefehérjéről. Szerintem kb. 60-70%-ban lehet gyógyítani a betegeket, hogyha a tüskefehérjére fókuszálunk, és a maradék az az a technológia. Igazán a transzhumanizmusról beszélünk, mindenképpen. Csak közelebb van. A transzhumanizmusról beszélünk, tehát majd arra kell egyre jobban fókuszálni, amit Tamási doktor mutatott ezekről a furcsa nanotyúkolát szisztémákról, azokat kell megcélozni. Úgy néz ki, hogy elég sikeres a kelátolás, tehát a kációlászúzió midití, magyarul, hát azt hiszem kelátolás nem, magyarul. A másik a... Sajnos itt már be van tiltva minden. A másik a methylene blue, és meglepő módon a nagyon magas orális aktív szén, annak is van egy nagyon jó hatása. Rendkívül erős a gyulladást csökkentő hatása is, és nehéz definiálni, hogy miért, de ezeket mindenképpen lehetne javasolni az eddig elhangzottakhoz. A kérdésem pedig Maria felé azt mondta, hogy Magyarországnak különleges szerepe van a WHO-val kapcsolatban. Miért? Miért? Mert azért bizonyos fogik, még akármilyen... Nem jó. Én ismerem a németet. Nem működik. Ja. Hogy kifogyott az ember? Na. Szóval akármilyen képernyők nem jó. Én tudom, hogy mondom, én pendízek a két ország között. Én itt nem vagyok bejelentve, de megvalódott állampolgárság. Hogy mondjam, mégis, hogy mondjam, Németországban nagyon jól szerveznek bizonyos fokig. Magyarországon akárhogy is van, vannak lehetőségek, vannak is kisebb ország. De hát tulajdonképpen azért, mert kisebb ország, egy kisebb országban lehet találni még egy jobb szelet csinálni, mint Németországban. Ott is akarunk szelet csinálni, persze, ezt szervezzük, piszokul szervezzük, és működik is a dolog, de már rengeteg alternatív médiában ez az egész büntetőjogi eljárás már megjelent, nem tudom, valami 10 újságban, úgyhogy kidobtuk ezt már, mert csináltunk egy ilyen sajtójelentést. Meg kell mondjam, hogy a németek nagyon, nagyon becsülik. Annak ellenére, hogy most a hivatalos rész szítja a magyarokat, ez nem stimmel. A német nép nagy tisztelettel néz a magyarokra, és csodálja a magyarokat. Meg kell mondjam.
szóval egy teljesen más, más és Krisztokon irigyelnek mindig, hogy Magyarországon, Mőszigyan, irigyelnek. Szóval a lényeg az, hogy azért én mind a két népet, mondjuk itt születtem, mind a két népet szeretem, és mondom, hogy itt próbálok egy olyan, mert itt lehet egy jobb bombának. Nekem ez a véleményem. Na, meg kell mondjam, hogy lehet ezt jól csinálni. Mert a magyarok tudnak jobb pupufot csinálni. Gondoljuk még, én nekem a, hogy mondjam, a székelyek is többek között a őseim, és nekem volt egy nagy forradalmi ősöm, aki gyakorlatilag a székelyeknek a jogait több mint 150 évre, hogy mondjam, biztosította. Szóval a magyarokban azért van egy kis több bors, mint a németeknek. Na, ez az igazság. Következő kérdés. Leszel Adé Krisztina vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy egyik családtagom fölvett 3 Pfizer-oltást, orvos, és nekem semmi befolyásom nem volt a döntés, és a vérvizattal nem sikerült. Az a szerencsénk, hogy semmi tünet. Most az semmilyen tünete nincsen. Azt szeretném megkérdezni, elképzelhető-e, hogy placebót kapott el, és az lenne a kérdésem, hogy placebóban van-e nandorokot, vagy abban talán nincsen. A másik még annyi, hogy a Marianhoz még szeretném kérdezni, a Pfizer Process 1 mit tartalmaz? A Pfizer Process 1 az egy tiszta mRNA volt. Mikrofon. Válaszolok még gyorsan, mert nekem mennem kell. Az első processben egy teljesen tiszta mRNA volt, és azt kapta az első réteg, mármint a kiválasztotta. És a másodikban, mivel ezt nagyon drága csinálni, mondjuk ez az injekció se ért sokat, mert az mRNA nem ér sokat, ezt tudja. De mondjuk ez nem csinált annyi kárt, mint a következő, amit viszont baktériumokból csináltak, és egy csomó szemetet dobtak bele. És ezt tudta, és az EMA is, amikor ugye engedélyezte, és ezt tudta, és akkor azt mondták, és még a Spiegel is írt róla, hogy igen, ez most baktériumokból lesz csinálva, és ezt nagyon ki kell utána takarítani, ez nem olyan egyszerű, de majd a Paul Ehrlich Institute Németországban fogja majd a charge-okat ellenőrizni. A fejét ellenőrizték, a fejszerre csapták rá, hogy akkor bármint németül úgy mondják, hogy bakhámzicum gertnek, mert a kecskét csinálták kertészét, tehát maga ellenőrizte saját magát, úgyhogy persze mindig szuper papírokat adott ki, és még a Pfizer is mondta, hogy ez a process slide-ben 40%-osan több volt a mellékhatás, mint az eredetiben. Még a Pfizer maga mondta. Úgyhogy azért mondom, hogy még tulajdonképpen akik ezt a másodikat kapták, az csak szemét. Na most ez az andrographis paniculata, ez mindenkinek jó, még az egészségeseknek is, akiknek semmi tünetük nincs, ajánlom venni, a lányomnak nincs semmi tünet, tehát az immunrendszer elég rossz, vagy mondjam, az immunrendszer összekalapálja, és ez egy olyan, aki például mondjuk nem károsult, vagy nincs is, de hogyha annak is jó, csak azt tudom naponta kétszer elégelni, mert az van ráírva. Aki károsult és probléma van, annak naponta 3-szor, ahogy mondtam. Egy mondat még én is szóval ehhez, tehát úgy kell értelmezni, hogy a PCR-tesztet lehet előállítani, használja arra, hogy oltó anyagot állítsa, mert ez nagyon drága. A bevizsgálásra így állították el az oltóanyagot, az összes többi baktériumokba állították el, ezért van teleszennyezéssel. Leállították a gyógyszertárakban a nanoszűrőket, sehol nem alkalmazták, ezért tele van szennyeződéssel, tehát ha tiszta, akkor is megy bele a nanorokat, megy bele minden. Tehát sajnos. Igen, tehát baktérium DNS-ek vannak benne, és vannak olyan sorozatok, amiben 30%. Tehát valami elképesztő nagy mennyiség, és ez biztos, hogy nagyon nagy kárt okoz. És visszatérve az első kérdésre, azt tudom mondani, hogy én nem nagyon látok
Hát én mindenkit megvizsgálok többféle vizsgálattal, és nem nagyon látok olyat, akire azt mondanám, hogy placebo-t kapott. Nagyon kevés. Most csak egy mondat, tiszta placebo-t, csak a kínaiak tudnak előállítani. Az első két üli oltásuk tiszta desztillátus, semmi nem volt benne. Ezt csak a kínaiak tudják, a többiek. Igen. És azon túl pedig azt se lehet tudni, hogy milyen placebo alapján kérdezték. Mert most, hogyha az MRMS nem teszik bele, de beleteszik a grafént, vagy nem teszik bele azt, hogy ilyen baktériális DNS-ek vannak benne. Szóval egyedül ők tudják, hogy melyikbe mit kavartak bele. És senkinek nincs információja róla. Hát ez egy olyan ember kísérlet, egy olyan embertelen ember kísérlet, ahol se az orvos, se az állam, se a beteg, vagy a páciens, aki fölveszi, nem tud semmit. Ők kísérleteznek velünk, mint valami nyulakkal. Mert a számukból ők utána összetudják, hogy ezeknek ilyen tüneteket, ezek meghaltak. Mint ahogy a dániai vizsgálatoknál, ugye ott kiderült, hogy volt egészen mérgező sorozat, akik nagyon hamar meghaltak, és volt olyan, aki pedig viszonylag jól túlélte, illetve volt olyan, aki még úgy tűnt, hogy egész ennyire a dolog. Az a helyzet... Igen, érdekes dolgot csak elmondom. Igen. Tehát itt van Irán például, senki sem gondolná. Amerikából teljesen harcok vannak, bármikor kirobbannak a háború, és Irán Pfizer oltásokat adott be legnagyobb mennyiségben. Ebből látszik, hogy a politika látszik, gyerekek. Hiába van Irán a másik oldalon, a pénz ugyanúgy működik. Volt egy debreceni orvos kollega, aki 30 éve kint van Iránban, és a legtöbb szövődményt a Pfizer-től viselték el Iránba is. Tehát érdezik, a politika rögtön látszik, hogy úgy játszák, mintha ellenszékek lennének, de valójában pénzben összefügg minden mindenben. Na hát, az a helyzet, hogy 8 óráig van bérelve a terem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy... Jó, még egy utolsó kérdés valakinek. Nem, nem, nincs kérdés. A 8 óráig ki kell menni. Ennyire nem szoros a terület. Nem, hát köszönjük szépen a mai részvételünket, és akkor találkozunk már, hogy jó program lesz. Egyrészt jön a Turcsányi Zsolt, akivel beszélt a Bokánderős, és a másik előadó Tuzsor Mikelet Svájcból, aki szintén nagyon sok tapasztalat rendelkezik, orvosok minket van. Március 10-én lesz ugyanígy.